A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben az a célunk, hogy az iskolákat, illetve a cégeket, valamint a diákokat összehozzuk. Közösen dolgozunk azért, hogy a műszaki pályára vonzuk a diákokat. Ezért próbáltuk megnyerni 6 nagyvárosban azokat az iskolákat, ahol műszaki oktatás folyik, azokat a cégeket, akik műszaki szakembereket alkalmaznak, és megpróbáljuk becsábítani a diákokat ezekre a szakmákra. Azokat a cégeket, akik megértik ennek a lényegét, hogy elsősorban most a diákokat vonzuk be, és nem arról folyik még ez a rendezvény, hogy ki melyik céghez megy, ők nagyon lelkesen viszonyulnak ehhez, és ahogy körbenéznek a látogatók, láthatják, hogy mindenhol valamilyen élményt próbálnak a diákoknak nyújtani. A palacsinta készítő robottól kezdve a gázhálózat szerelésig minden, rengeteg minden megtalálható, kipróbálható, és a diákok saját maguk megtapasztalhatják, hogy mit fognak majd csinálni akkor az adott cégnél, illetve az adott iskolában, ha ezt a szakmát választják. 2015-től rendezzük meg ezt a rendezvényt. Idén 6 városban zajlik ez. Évente körülbelül 10 000 diákot mozgatunk meg. Több mint 500 általános iskolából, 200 középiskolából látogatnak ide diákok. Ez az első rendezvény itt Debrecenben az idei évben. Ezután jön majd 5 további nagyváros. Tehát én bíztatnék mindenkit, ha le is marad előre a mai rendezvényről, más városban látogasson meg bennünket. Én magam is műszaki pályán dolgozom, tehát azt tudom csak mondani, hogy ez egy nagyon szép pálya. Nagyon jó dolog valamit alkotni, valamit mozgásra bírni, valamit megjavítani. Én azt látom, hogy maguk a diákok is, amikor megtapasztalják ezt a valóságban, csillogó szemmel élvezik ezeket a most még csak játékokat, de később nagyon komoly dolgokat. Én őszintén reménykedem benne, hogy minél többen választják ezt a pályát. Az energetika világában azt gondolom, hogy vihar van körülöttünk. És nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúránkat hogy tudjuk hatékonyabban kihasználni. Emellett rengeteg fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a megújuló naperőműveket a hálózatra tudjuk csatlakoztatni. Ez egy óriási kihívás számunkra, és nagyon-nagyon jó szakemberekre van szükségünk ennek a feladatnak a végrehajtásához. Legyen szakmunkás, tehát legyen villanyszerelő, vagy éppen gázszerelő, vagy éppen a mérnök csapatban, hiszen valóban olyan helyzeteket kell megoldanunk, amik eddig nem voltak előttünk, és olyan alkalmazásokat kell tennünk, amik újdonságok, innovatívak. Az egyik probléma, ami miatt ez a rendezvény is létrejött, hogy azt látjuk, hogy a műszaki szakmáknak kevésbé van respektje mostanában. Pedig én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon stabil megélhetést tudnak ezek a pályák biztosítani, és olyan fajta kihívásokat, olyan fajta szellemi tevékenységet tudnak biztosítani, amik valóban értékesek a munkaerőpiacon, és el tudnak kísérni egy egész élethosszon keresztül bennünket. Mert hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor nem pályát kell választani, hanem egy hivatást kell választani. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a környezetet, ahol egész életünkben tudunk tevékenykedni, dolgozni, és ez a fajta kihívás, ez itt az energetikában megvan. Nem csak ezen a rendezvényen vagyunk jelen, hanem szeretném azt is elmondani, hogy a duális képzésben is nagy szerepet vállalunk. Egyik oldalról a duális szakképzésben, illetve a duális mérnök képzésben is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak az iskola rendszerű képzés legyen a fiataloknak segítség, hanem a szakembereink segítségével képesek vagyunk arra, hogy biztonságos környezetben, teljesen modern technológiákkal naprakész tudást tudjunk adni a tanulóknak a kezébe, ami azonnal használható. És azt is szeretném elmondani, hogy a duális képzésben, aki részt vesz, ő fizetést is kap. Tehát azt gondolom, ez is egy vonzó lehetőség annak érdekében, hogy nálunk történjen, kezdje meg a pályáját valaki. És akkor még egy fontos információt szeretnék mondani. Nem olyan régen indítottunk egy programot középiskolások részére, ami az energiatudatossággal kapcsolatban egy csapatvetélkedőt jelent. Ennek a jelentkezési határideje október 20-a, opustitan.hu honlapon lehet rá jelentkezni, és értékes nyeremények várják a résztvevőket.